Hát sziasztok! Kérdésre, akkor csinálok egy ilyen vlogot is. Commodore 64, és ezen a tévén fogom először bemutatni, hogy hogy néz ki. Ezt most csak azért hoztam ide, hogy összehasonlítási alap legyen, mert nem ezen a tévén használom már, hanem egy nagyobb CRT-n, ami sokkal, hát szerintem a minősége jobb, olyan sok képbe, de ezzel ezen is tudhatóan mindjárt megmutatom. És nincs is teljesen összekötve, mert most csak ezt az S-Drive-ot hoztam át ide, ezt kötöttem be. Ugye, erről fogok majd játékot betölteni. Főleg egyébként is ezt használom, tehát van floppy meghajtó is hozzá, egyébként itt van. Meg dataset is van. De hát ez így egyszerűbb betölteni, és akkor ugye be is kapcsoljuk. Így. A laptop az csak azért van itt, mert közben kazettákat is digitalizálok, és az meg azonban, de akkor mondjam, tehát akarom úgy beállítani a kamerát, hogy jól látszom. Ha már itt van, akkor bemutatom ezt is, mert szerintem ez még nem volt. Ez gyakorlatilag egy SD kártya van benne, és azon vannak a floppy meghajtó imidzsek, vagy a telemez imidzsek, és itt lehet kiválasztani oda-vissza lépkedve, hogy melyiket akarom betölteni. Tehát most kiválasztom mondjuk a Wizard of Warp-t. És akkor ezt úgy értelmezi, hogy ez a lemez van benne. A Commodore 64 pedig floppy meghajtóként látja ezt az eszközt. Akkor némi technikai szünet után visszatérünk. Na, csak hogy elmondjuk, hogy mit csinálunk, hogy a lóddal betöltjük, és a dollárra tartalomjegyzék, és a 8-as egységről az a floppy lemez. Kilistáztatjuk a tartalomjegyzéket vele, és betöltjük a játékot. Egyébként nem tör gyorsabban, mint floppy lemezről, viszont kényelmesebbé kezelni, nem kell lemezeket cserélni. És akkor remélem, hogy jól látszik majd a minőség is. Ugye LCD TV-n azért nyilván nem az igazi soha, mert CRT TV az a alacsony felbontásból eredő képhibákat jobban kiszűri. De ez még az a vállalható kategória. Ez egyébként egy kis ilyen alig 30-40, hát ilyen 35-40 centi körüli Orion LCD TV, ezt igazából azért vettem évekkel ezelőtt, hogy legyen, és ez volt a legolcsóbb, mert amennyit tévézek, annak ez is elég. Na, akkor töltsük be. De majd bemutatom CRT monitor is, Donon is. Aztán majd összehasonlíthatjátok, hogy melyik a jobb, szerintem a CRT jobb. Jó, hát most nem használunk semmit. Csak gyorsan nyomunk egy kört. Ugye ez kifejezett kérés volt nem is olyan régen, hogy mutassam meg, hogy LCD TV-n hogy lehet használni a Commodore-t. Ugye, és a CRT TV-t már nem lehet csak használtan szerezni. Viszont meglehetősen olcsón, tehát hát nekem annyira meglehetősen olcsó sikerült, hogy ingyen, mert volt fölöslegbe, rokonságba, és egyet sikerült megmentenem magamnak ilyen célra. És van még olyan retro számítógép, amit csak CRT TV-n lehet már játszani. Hát hogyha végre be tudnék szerezni egy Light Gun-os Nintendo-t, na, a Light Gun az például LCD TV-n nem működik. És egyetlen egy játék volt már régebben is, amihez lehetett a Light Gun-t használni, az a kacsavadász. Viszont az akkoriban az volt a high-tech, hogy a tévén lövöldözöd a kacsákat. És érdekes módon más játékot nem írtak a Light Gun-ra. Legalábbis én nem tudok róla. Na megjelenik a sárga disznó? Igen. Eltűnt a radarról. Oké, okay, jön még a piros rák. És a légy. Ami most meg fog lépni. Igen, hát a légy most meglépett. Előfordul, hogy a bossi is jön. Ugye az maga a varázsló, a Wizard of War. A kék boszi.
pedig lőttem, csak nem, időbe. Nem baj, egyet elvesztettem, egyet kaptam. Gyere! Oké, na, hogy állunk most? Most! Lőj! Igen, mondjuk ott... Ott nem jó áll, ezért ott állni. Mert bármikor beindulhat a kapu, ami keresztül hátba tud támadni. Ez az. Megvan a légy. De egyre gyorsabbak. De, hogyha nem nyírod ki őket elég gyorsan, akkor egyre gyorsabbak lesznek. Ez meg. Hát mindegy, ez nem egy rekorddöntős játék lesz. Na, oké, akkor ennyi, akkor mindjárt átpakolom a CLPTB, ez eddig is volt. Ebből azért már jól látszik, hogy mit tud egy LCD TV, egy ilyen kis egyszerű. Nyilván nem 4K-s vagy Full HD-son kell játszani, mert az még inkább, ugye felskálázza a felbontást, még szebb minőséget ad. Ez viszont egy normál LCD TV, nem HD semmi, ugye ezzel még jól lehet játszani szerintem. És akkor CRT-n. Akkor megcsináljuk ugyanazt. Csak be kéne ezt kapcsolni.
Hát előbb-utóbb betölt, hát tudjuk, hogy CRT TV az bizony ilyen. Ezen valahogy jobb képminőséget ad. Én csak azért felraktam töltőre a kamerát, mert kezdett lemerülni. Szóljunk. A disznó, jöhet a rák. Mesze. Kicsit följebb emeljük. Így, hát ha jobban látszik. Ó, oh, megjött a bossi. Meg az. Na, meglépett a bossi. És hát maga a varázsló, az a Wizardok volt. De hát, mi mindig csak bossinak hívtuk. És a rák meg a disznó együtt, és akkor már csak egy rák van. Megint itt a bossi. Hát ebből sem lesz ma rekord döntés.
Meg eleve az igazán értékelhető játék a 100 000 pont felett kezdődik. Legalábbis single playerbe. Multiplayerbe jóval több, mert akkor feltéve a kooperatívan játszuk és nem deathmatchbe. A kooperatívként indul, de deathmatchként végződött is beleszámít. Mert van benne Friendly Fire, és itt nem lehetett kikapcsolni. Hát a sokadik Friendly Fire után meg már mindig deathmatchbe ment át a kooperatív is. Na hát akkor az ennyi volt. Nem tudom, itt lehet-e vele látni, de na, CLTT, és ők itt vannak. Mihály pontot érd, és mit hogy hívnak. Tehát az látszik, hogy CLT-n sokkal jobban néz ki. Na akkor az ennyi lett volna. Kis, azért rövid vlog, az így kérésre. Sziasztok!